A nők foglalkoztatását mozdítaná elő Lengyel Szilvia, a lehet más a politika országgyűlési képviselőjelöltje, aki negyed éve ér Gödöllőn. Az lnp politikus helyi élelmiszerfeldolgozók létesítését szorgalmazza a térségben. A hívközlekedéssel kapcsolatban az országgyűlési képviselő azt tartaná jó megoldásnak, ha Gödöllőn sülyeztett pályán haladna a helyi érdekű vasút. Számomra is lmp országgyűlési képviselőként az a, az a legfontosabb, hogy a, a, választókerületemben, illetve az országban élők minél jobb körülmények között és ö, éljenek és minél jobban érezzék magukat, és hát ugye nyilván ehhez mi az első és legfontosabb az, hogy, hogy ö, a munkahelyek rendben legyenek, és, és ne a családunknak a munkahelyük és a megélhetésük miatt aggódni. És, és hát számunkra is, tehát az LMP országos programjában is egyébként kiemelt jelentőséget kapott a, a, munkahelyteremtésnek a, a kérdésköre, de hát természetesen én 25 éve Gödöllön élek, és, és hát tisztában vagyok itt a helyi lehetőségekkel, ami azt jelenti, hogy, hogy itt is a, az én programomnak a fókuszában a, munkahely munkahelyteremtés áll. Ami, ami itt, ez ugye agglomerációs településekről beszélünk, tehát itt azért nagy elszívó ereje van a fővárosnak, és nagyon sok gödölői, illetve könnyűvelő településen élő Budapesten dolgozik, és azért nagyon fontosnak tartanám, hogy minél több munkahely létesüljön helyben. És, és egyébként kiváló lehetőség, hogyha, hogyha megnézzük, és, és, és például egy kicsit kiemeljünk a Gödöllő határain túl, akkor a galgamenti településeket. Én, én, egyébként az LMP frakció tagjaként vidékpolitikával, mezőgazdasággal, az agrárium kérdésével foglalkozom, tehát ez, ez, az a terület, ami leginkább közel áll hozzám, és hát ezért én nagyon szívügyemnek tekintem azt, hogy a, a helyi gazdaságfejlesztése, a, a helyben megtelemet, élelmiszereket ne alapanyagként értékesítsük, hanem minél magasabb feldolgozottsági fokot érjen el. Tehát erre alapuló vagy erre szerveződő helyi élelmiszerfeldolgozó lehetőségek, kis manufaktúrák is nagyon-nagyon erős potenciált jelentenek szerintem itt a, itt a mi térségünkben. Illetve a, a, ugye nagyon fontos az, hogy minél inkább a, az élő munkaigényes, tehát uh, munkaintenzív ágazatokat uh, támogassuk, és hát ugye pont erre rimmel rám, amit ugye elkezdtem itt a Galgamentő példával nézve, hogy például a kertészet, kertészeti ágazat, illetve a gyümölcs az, ami, ami Hát ugye ezt, uh, ezt biztosítja, és hát mellette pedig az állattenyésztés, állattartás, mert ugye ezek mind az olyan ágazatok mondjuk egy szántóföldi kultúrával szemben, ahol igazából sokkal többen meg tudunk foglalkoztatni. Tehát ez uh, biztos, hogy ennek a térségnek egyébként uh, Pontja, illetve hát uh, tudjuk azt, hogy azért sokan foglalkoznak itt a Galga mentén is uh, mezőgazdasággal, és én azt gondolom, hogy, hogy ezt azért uh, ebben a térségben még inkább erősíteni kellene. Szociális, ügyben mire fókuszál ön, illetve az LMP? Hát én nőként nem tudom nem első helyre tenni, hogy a nők foglalkoztatásának az elősegítése, illetve mindenképpen a női szerepvállalásnak a, a, a támogatása az, az nagyon fontos számomra, mert hát nekem is van két gyermekem, és és hát azért osztagyűlési képviselői munkám mellett ez egy komoly ö, nehézséget, meg energiát okoz az, hogy a családot és a munkát is összeegyeztessem, és hát a, a nőtársaim ugyanezzel a, a problémával, vagy ezzel a helyzettel küzdködnek, és hát én emiatt ö, nagyon fontosnak tartom, hogy például a, az, azt az ellátó intézményrendszert is ö, úgy úgy biztosítsuk a családok számára, hogy a nőknek ez ne legyen olyan konfliktus az életükben, amit úgy éreznek bizonyos pillanatban, hogy nem tudnak megoldani. Környezetvédelem zöld program. Hát az LMP az ugye Magyarország zöld pártja, és hát a legfontosabb, ami, ami most, a, most a programunkban szerepel, hogy hogy hát az energiahatékonyság növelése, ami, ami azt jelenti, hogy hát itt a, a választókerületemben lévő településeken is ezért jelentős számban előfordulnak lakótelepek. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy ezeket a remeletes házakat, társasházakat, illetve nyilván mindenkinek a, ugye a saját családi házát tekintve, és ez fontos kérdés, hogy minél nagyobb számban vagy nagyobb arányban tudjuk megoldani a szigetelésüket, energi energiahatékonyság szempontjából minél jobbá tegyük őket, tehát erre szám, számtalan technológia létezik, és, és hát nyilván a, a rezsicsökkentés az, az ugye egy cél, tehát mindenki nek a minden napi életében ez egy elérendő cél, a családok életében ez fontos, viszont azért nem szabad elfelejtkezni azt arról, hogy, hogy azért ennek ö, hosszú távú ö, stratégiája az, hogyha megteremtjük az energiahatékonysági hatékonysági hátteret, és megteremtjük azokat a feltételeket, ami, aminek köszönhetően nem csak egy kormányintézkedésnek a, a következtében fog csökkenni a rezsünk, hanem ö, gyakorlatilag ö, olyan körülmények között, olyan, olyan épületben, olyan házban, élünk, amely adja ezt és biztosítja számunkra. Közlekedés, fejlesztés? Hát ez igen ö, probléma, azt hiszem, ö, itt a környékünkön. Egy gödölön is ö, naponta rengeteg ö, percet, vagy vagy több tíz percet töltök ö, állva a sorompóknál, lezárt uh, hív vasúti sorompónál is. Én azt gondolom, hogy, hogy egyre inkább erre kellene koncentrálni. Ugye itt megoldatlan most a Gödölő területén belül a hívnek a kérdése. Uh, információm szerint ez még nem eldöntött, hogy milyen verziót uh, uh, választ uh, a város uh, ennek megoldására. Én uh, én nagyon-nagyon támogatnám a, a, egyébként a, azt a megoldást, hogy kérek vasútszerűen gyakorlatilag tűnjön el a, az emberek szeme elől, tehát könnyítse meg a felszínű közlekedést, és egy, ö, egy pályán haladjon. Nyilván ez a drágább megoldás, de, de én azt gondolom, hogy, hogy mondjuk országgyűlési képviselőként, hogy én ebben ö, tudok ö, valamilyen előre mozdítást így a, a városomnak biztosítani, akkor ezt mindenképpen meg fogom tenni, mert azt gondolom, hogy ez azért amit naponta átélünk így a közlekedés szempontjából itt agglomerációs településeket tekintve is, meg gödölőt tekintve is az megoldásra váró helyzet. És és hát ugye én, én jelen pillanatban listás képviselőként vagyok jelen a Magyarországgyűlésben és így is igen aktívnak bizonyultam, és én, én azért szeretném ezt a, ezt a munkát folytatni, mert, mert ugye, hogyha valaki egyéni képviselője lesz egy adott választókerületnek, akkor még inkább, fókuszáltabban és még jobban tud annak a, annak a térségnek a problémáival foglalkozni. Még ugye listás képviselőként én azért az egész megyével, Pest megyével foglalkoztam, és azért nekem nagyon szívem vágyom, miután. Említettem, hogy itt élek most már negyed százada, hogy, hogy minél több olyan dolgban tudjam segíteni az itt élő embereket, hogy, hogy, gyakor hogy gyakorlatilag a, a helyzetük, az, az életük, a, a, az elképzelésük, a jövőképük az, az pozitívan változzon, és, és hogyha tényleg ebben én, én tudok bármilyen ö, kis segítséget nyújtani, akkor ezt nagyon szívesen teszem, és hát én, én ezért is ö, ö, indultam újra, illetve szeretnék újrázni, mert ö, mert én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb egyébként, hogy bízunk egymásban és segítsük egymást, és, és hát országgyűlési képviselőként pedig ö, megvan az az eszköztár, amivel ezt az ember előtt tudja segíteni.